A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. Nos, hát ti a pálya, gyerekkel a kék túra útvonalán, igen, annyi érdekes tapasztalat van, és annyira jó dolog, hogy gondoltam, összegyűjtem ezeket, és meg hogy milyen bonyolult ezt jól megszervezni. Abban nem mennék bele, hogy mennyire jó dolog a kék túrázás, sokan szeretik végigjárni Magyarország legismertebb túraútvonalát, amely elindul az Empléni hegységből, és meg sem áll a Kőszegi hegységben levő végpontig az Irodkőig, és most már ugye körré vált, összekötötték a Dél-Dunántolival, az elmegy szépen Szexárdig, majd onnan egy kerékpárral is teljesíthető kör vissza a Nagymilicra, az Empléni hegységbe. De hogy most gyerekekkel menni nagyon jó, nekik is nagyon jó, de hogy mindenkinek jó legyen, az nem egyszerű, főleg télen, főleg járványban. A gyerekeket So, sokszor motiválni kell, nem feltétlenül egyszerű be, behúzni őket ebbe a dologba, és nagyon fontos, hogy úgy húzzuk meg a, a határokat, a kilométereket, úgy válaszoljuk ki a, a, a szakaszokat, hogy mindenkinek jó legyen. És egészen meglepő most, így már csináljuk néhány hónapja, vagy inkább elkezdtük már egy éve, hogy így a lezárások idején is egy mennyire jó móka, de mennyire odafigyelős. Egyrészt ugye a gyerekekhez kell mérni a szakaszoknak a hosszát, és nem szállhatunk ki akárhol, a kék füzetben benne van, hogy különböző hossz, hosszúságú szakaszok vannak. Hát nyilván van, amit a gyerekekkel nem tudunk megcsinálni, mert a Nógráttól a Kisinóci Turistaházig át a Börzsöny tetején, az egy jó 20 km szakasz, a kis gyerekekkel nem tudunk oda elmenni, ismerni kell az ő képességeiket, mennyit vállalnak 5 km 10 kilométert. Ötten nehéz összerakni, mert a pecsételőhelyek, ahol szakaszokat lehet befejezni, meg kezdeni, azok nincsenek gyakran ilyen távon. Tehát nagyjából úgy érdemes számolni, hogy ahol már 10 kilométert le tudnak sétálni a gyerekek, ott érdemes belekezdeni. És ami fontos, a gyerekeknek, ezt talán kevesen tudják, a gyerekeknek van külön meghirdetve egy gyerekkék túra mozgalom, ami azt jelenti, hogy a teljes teljesítés az 300 km, bárhol, bármelyik szakaszokból, szakaszokból ha összejön a 300 km, a gyerekek akkor kapják meg a gyerekkék túrajelvényt és elismerést, és ez nagyon motiválja őket, és tökre szeretik, hogyha van egy cél, ami miatt csinálhatják, és így jó, könnyebb behúzni őket a túrázás az országjárás örömeibe. Ezen kívül csak nekik, a felnőtteknek nincs ilyen, vannak szakaszjelvények, a tájegységeken illetve a hosszabb szakaszokon, ezek általában egy vagy két tájegység együtt, ha 50 kilométert megcsinálnak, akkor már szakaszjelvényt kapnak, tehát már egy első 50 kilométerért ezt meg lehet szerezni. Ez azt jelenti, hogy ilyen 10-12-es átlaggal számolva, 4-5 szakaszból ezt már össze lehet hozni. És ezért nagyon fontos és érdekes játék elkezdeni az előre tervezést, és ehhez is javaslom bevonni a gyerekeket, hogy közösen kitaláljuk, hogy hogyan rakjuk össze ezeket a bizonyos szakaszokat. Melyik azok a szakaszok, ahol a gyerekeket is elvisszük, mert azért tök jó út nekik, illetve tök jó indítás nekik, hogy együtt kezdünk el túrázgatni, megszereznek néhány szakaszjelvényt, aztán esetleg az egész gyerek kék az nem vész el, azt a fizetetők megtarthatják, és már akkor a haverokkal, spanokkal, vagy később már akár a leendő családjukkal tudják folytatni és bejárni az egészet, hogyha megmarad a lelkesedés és van kedvük, de most mi el tudjuk indítani őket ezen az úton. Tehát most maradunk a gyerekeknél, mire érdemes még figyelni. Tehát gépen jó sok tervezést igényel a szakaszoknak a kiválasztása, most meg lezárás idején, legfőleg, már eleve azért, mert hogy egy irányba megyünk, és nem tudunk körtúrákat csinálni, meg kell szervezni a logisztikáját, úgy kell összerakni a szakaszokat, ahol a legegyszerűbb az eljutás a végpontból a kezdőpontba. Mi azt szeretjük, hogyha a kocsi vár a végponton, és egyik irányba ki tudunk menni autóval, de akkor az egész túl -e úgy indul, hogy egy olyan járművet keresünk, amikor, amivel a kocsitól a túra kiinduló pontjáig el tudunk menni. És az nem mindegy, hogy három átszállásos körbe kell buszhozni órák alatt egy hegységet, vagy pedig ez egyszerűen működik, úgyhogy ezek alapján érdemes már a szakaszokat kiválasztani. Tehát ezt is érdemes figyelembe venni, amikor a szakaszokat kiválasztjuk. És hát most télen, és a nagy leállásban az is számít, hogy nincsenek ételmek, nem tudunk bemenni meleg helyre. Tehát ezt is figyelembe kell venni, vagy célszerű, hogyha megérkezünk a végpontra, és mondjuk bizonytalan az idő, nem tudjuk sose kiszámolni azért, hogy milyen gyorsan haladunk, mennyit ácsorgunk, mennyire lesz sár, mennyire lassít bennünk a haladásban ez a tényező, illetve ezek a tényezők az tök jó, hogyha a célban tényleg az autó vár, vagy pedig nagyon ügyesen osztjuk be az erőinket, mert sehol nem fogunk tudni bemenni a kis falvakban, vagy akár csak egy kis útkereszteződésben, ahol a busz megálló van, miközben várakoznom kell. Úgyhogy Ezeket a tényezőket figyelembe véve érdemes szerintem tervezni. Nem egyszerű játék egyébként, mert ez sok, és a mindent figyelembe akarjuk venni, úgyhogy ez sikeres legyen, és akkor azt én nem is mondtam, hogy gyerekbarát szakaszokat szélszerű választani, amit ők szívesen tesznek, ahol kilátás van, ahol érintünk egy tanösvényt, ahol vannak táblák, ahol tudunk nekik mesélni, ahol sokat látnak, nem pedig ahol 5 km megy a kék túra egy műúton, is semmi se történik. Úgyhogy körülbelül 5-6 ilyen tényező van. Én se gondoltam volna, mielőtt így belekezdtünk, hogy ez nem, mennyire nem egyszerű művelet összeszerkeszteni, meg hogy mennyi előkészületet igényel már így a gép előtt, miközben rákészülünk, de egészen fantasztikus élmények sülhetnek ki belőle a végén. Úgyhogy én Tényleg mindenkinek javasolom, akár így a nagy leállás kapcsán a budapesti szakaszokkal, itt elég jól beoszthatók egyébként ilyen már a Doroktól elindulva 10 kilométereként, 10 nagyjából ki lehet szállni, a Pest környéki szakaszokon is elég sok pecsételőhely, kiszállóhely van, és így egészen Visegrádig nagyon jól el lehet menni. A börzsön kicsit húzósabb, ott, nagyobbak a távok, az inkább már felnőtteknek való két húzattyúba járható be, nagyjából a Kósparlegi vagy a Kisinóci megállóval. Aztán viszont a Cserhárban megint vannak szép és rövid szakaszok, és kevésbé ismertek, úgyhogy akár ott is lehet folytatni de mondom, ez tök egyéni, mindenki a saját preferenciájának megfelelően, viszont tényleg érdemes előre eltervezgetni, kijelölgetni szakaszokat, aztán lesznek köztük hosszabbak, lesznek köztük rövidebbek, és akár még az is befolyásolhatja a döntést, amikor kijelölünk egy napot, hogy éppen szombaton akkor két órára megyünk, hogy kelet felé megyünk, vagy nyugat felé megyünk, mert sokszor az időjárás is eltérő, és elég, hogyha este eldöntjük, ha előre fölkészültünk, hogy tudjuk, hogy hánykor kell menni, hogy a buszt elkapjuk oda útra, hogy helyussunk a kezdőpontra a kocsitól. Úgyhogy óriási élmény, és tényleg javaslom mindenkinek. Csak gondoltam, hogy fölhívom a figyelmet arra, hogy mennyi minden szempontot figyelembe kell venni, hogyha télen, lockdown idején gyerekekkel vágunk neki. Így érdemes szerintem csinálni. Úgyhogy Épp testben hajlá. a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Én azt hittem közben, hogy elég lesz rá két perc, mert ahogy a címében is van, gyerekekkel a kék túrán induljunk el, kész pont, viszont az is most zene. Hát ez nem, nem tudom, Én hogy nem ezt te csinálod, de ilyen komplikáltál, mert te egy ilyen utazásszervező csávó vagy, vagy tényleg ilyen ezen, ezen studíroztam amit amíg hallgattam a mondókádat. Nekem te gyanús vagy. Te kicsit ilyen lárpurlár utazó, vagy szerintem azért szereted az utazást is, meg az egész menetet, hogy legyen, Bármint, úgy érted, hogy a szervezés részét igen, jobban Igen, a minden igen, minden, minden igen, minden. igen, 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 igen. Van, van bennem egy ilyen érzés. Nem, a... az, nem nem az az élmény a cél, hogy mindenki a legjobban érezze magát, és ahhoz, hogy a gyerekek a legjobban érezzék magukat, meg szeressék csinálni, ezek a pontosak És tényleg nagyon érdekes, hogy mennyi mindent kell összehangolni. Nyilván csak vicceltem. Ángírja e -hát. nekünk egyébként, hogy már nem lehet hivatalosan Bringál teljesíteni az Alföldi Kék Túrát, és belinkelt nekünk egy Kék oldalt, ahol nagyon tényleg? jó és hasznos Eszen infók túl. vannak. Igen. Hm. Úgyhogy ezt külön köszönjük. Igen, emlékszel, amikor még ugye a rockinboy stáb, akkor egy lépések lépés volt a címe annak a filmnek ami az Alföldön ment, és ők is bringál, biciklivel csinálták. És egy végtelenül kedves hallgató azt írta, hogy kedves Balázs, épp ma reggel állapítottam meg a Millás tévét nézze, hogy határozottan vékonyabb vagy, mint az év elején voltál. <gül> <gül> az a baj, ugye hogy ez egy optikai tuning, mert fodrásznál voltam, és így a fejem kisebb lett, és a sötét póló is vékonyít, mert hogy a mérleg ezt nem támasztotta alá, mint ez a nagyon-nagyon kedves... A hallgató írt, de nagyon köszönöm, igazán jól esett. É, jó. Ja igen, és írja egy hallgató azt is, hogy a hormonok is befolyásolják a fogyásba, és közben eszembe jutott egyébként dr. Tóth Tamás, ugye, aki a médiából is ismert, és kereskedői tévécsatornákon is felfel és ugye ő hivattársá tekintve obezitológus, tehát a fogyás specialistája, ő mondta ezt a hormonos dolgot, tehát hogy most a január azért az az annyira nem a legoptimálisabb most elkezdeni, tehát kicsit később, február, és ott jól megnyomni. Májusig utána már nyáron könnyen tartható a dolog, és ezt a hormonok is támogatják. Ha jól figyeltem, akkor ez volt a lényege. A mondókájának, de legalábbis én nálam ez maradt meg. Megyünk tovább hírekkel. Andi mondja el nektek a legfrissebbeket, utána jövünk vissza, folytatjuk a reggelit, és ott is Ács Gáboré lesz a főszerep, mert ott pedig további utazási információkat fog adni, illetve a nem utazáshoz ad adalékot, támpontot, nem is tudom. Azt is legalább olyan komplikáltan kell csinálni, ha nem utazást, mint a kirándulást a kék túra úton alatt. Na jó, jövünk vissza tényleg a hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.